Kedves nézőink, most Iskola Kóstoló című rovatunkban bemutatkozik a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. A közelmúltban tartottak egy rendezvényt, ahová a nagycsoportos óvodásokat várták. Igen, most a múlt héten egy játszóházat szerveztünk az óvodásoknak, illetve a szülőknek. A következő rendezvényünk az március 10-én, egy keddi napon lesz, ahol óralátogatásokat is biztosítunk a szülők számára. Megnézhetik az itt folyó munkát, megismerhetik a tanítónéniknek a munkáját, megnézhetik az óráját, és egy tájékoztatást is adunk ismét az intézménnyel kapcsolatos tudnivalókról. Mennyiben különbözik a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola az állami iskoláktól, tekintettel arra, hogy egyházi iskola? Sok mindenben különbözik, egyrészt ugye működésében is különbözik, tehát a fenntartás és a működés nálunk nem válik szét, tehát saját költségvetéssel rendelkezünk. Ebből fakadóan ismerjük a lehetőségeinket, korlátainkat, és ehhez tudjuk szabni a saját kis gazdálkodásunkat, ez is egy fontos momentum, illetve nagyon fontos az, hogy katolikus általános iskolaként, egyháziskolaként vannak bizonyos elvárások a tanulókkal, illetve a tanulók szüleivel kapcsolatban is, amiket mindenképpen kell tartani. Ugye fontos tudni azt, hogy nálunk havonta van egy kötelező diákmise, ami be van építve a tanrendbe, heti két hittanóránk van. A napi rendünk is úgy alakul, hogy az első óra előtt egy rövid kis korosztálynak megfelelő imával kezdünk, az utolsó órát imával fejezzük be. Piciknél étkezés előtt az étkezés előtt ima, étkezés után ima, tehát sok ilyen egyházi jellegű vonulata is van ennek az iskolának, amit mindenképp el kell fogadni, akik szeretnénk hozzánk jönni. Csak vallásos szülők gyerekeit várják? Nem csak vallásos szülők gyerekeit várjuk, természetesen elsősorban azért mégiscsak őket. Viszont szeretettel várjuk és szeretettel fogadjuk azon szülők gyermekeit is, akik az iskola célkitűzéseit és az iskola elvárásait elfogadják. Egyébként ezeket az elvárásokat a tájékoztatókon, ezt mindig én el is mondom, hogy mi az, amit tudni kell, mi az, ami ezzel jár. Tehát nem szeretnénk zsákba macskát árulni. Akik hozzánk jönnek, azok tudják. Sőt, írással is tanúsítják azt, hogy ők ezt elfogadták, és így lehet hozzánk jelentkezni egy beiratkozási lappal tulajdonképpen. Hány első osztály indul a 2015-2016-os tanévben? Kik lesznek az elsős osztályfőnökök, illetve a napközis párjaik? Terveink szerint fenntartóval természetesen egyeztetve 2 első osztály indítását tervezzük, 24-25 fővel szeretnénk indítani ezeket az osztályokat. Az elsős tanítónénik személyét el tudom mondani, Dallos Gizella és Rácné Kaufmann Renáta lesz az elsős tanítónéni. A napközis kollégákról még nem nyilatkoznék, mert ott még végleges döntés ez ügyben nem született. Hogyan jellemezné Rácné Kaufmann Renátát és Dallos Gizellát? Csak pozitívat tudok egyébként mondani a kollégákról. Tehát a Renátáról tudni kell azt, hogy én csaltam el rendekről Renit. Egy nagyon lelkiismeretesnek ismerem, tehát olyan, aki a gyerekekért mindent megtesz, tehát csak jól tudok a Renátáról mondani. Egyébként ugyanez vonatkozik a Gizire, Dallos Gizellára. A Gizellát, a Gizitőt már régebb óta ismerem. Tehát én a Vörösmartéból kerültem ide 99-ben. Én előtte Vörösmartéval együtt dolgoztam a Gizével, és tényleg maximálisan csak jól tudok mondani róla is. Tehát mindketten úgy gondolom, hogy remek pedagógusok. Kötelező-e templomba járni? Jár-e valamilyen büntetéssel az, hogyha valaki ezt nem teszi meg? Természetesen szeretnénk, hogyha minél többen járnának templomba. Főleg akkor, hogyha a gyerekek szeretnének ugye elsáldozók és bérmálkozók lenni. Sőt, az a cél, hogy a katolikus iskolából úgy kerüljenek ki a tanulóink, hogy elsáldozók és bérmálkozók legyenek. Büntetéssel természetesen ez nem szokott járni, de mindig felhívjuk a tanulók figyelmét, illetve a szülők figyelmét is arra, hogy minél többen járjanak a tanulók misékre. Az alsós évfolyamokon egyébként van egy ilyen kis dicsőségtábla, amin a gyerekek, amikor mennek misére, akkor a következő héten mindig egy kis mosolygós arcoskát kapnak, minden ötödik után kapnak egy kis szívecskét, és a karácsonyi időben értékeltük a gyerekeknek az ilyen irányú munkáját, templomlátogatást, minisztrálást egyébként, és egy kis ajándékkal kedveskedtünk, és ezzel szeretnénk ösztönözni a gyerekeket, hogy minél többen járjanak, és hál' Isten minél többen járnak. Hát van, ahol ez egy picit másképp működik, a nagyobbakat sajnos ott noszogatni kell, ott azért komolyabb erőhatást is ki kell fejteni azért, hogy ők elmenjenek, de úgy gondolom, hogy szépen felmenő rendszerbe építkezve az alsó évfolyamokon ez nagyon szépen működni fog. Hogyan zajlik a kötelező havi egy szentmise? A szülőknek is részt kell levenni ezeken? Nem kell részt venni a szülőknek. Természetesen amennyiben a szülők szeretnének ezen részt venni, szeretettel várjuk őket.
Most az olyankor úgy történik, hogy az mindig valamilyen ünnepkörhöz kötött, hát most például a hanvazó szerdai misénk az éppen holnapi nap lesz. Ilyenkor ugyanúgy 3-4-8-ra jönnek a gyerekek iskolába, átvonulunk a templomba, és tulajdonképpen 8-tól 3-4-9-ig, 9 óráig ez a mise lezajlik, és 9 órától pedig rendes tanítás folytatódik, vagy kezdődik inkább. Annyi a különbség, hogy rövidített órákkal haladunk, minden órát természetesen megtartunk. A nem katolikusoknak hogyan biztosítják a hitoktatást? Református és evangélikus tanulóink vannak. Önállók a református és az evangélikus lelkész, aki a hittanórákat biztosítja, őket teljesen külön kezeljük, tehát nagyon fontos azt is elmondanom, hogy felekezetek szerint zajlik intézményünkben a hitoktatás, és ezt biztosítjuk is. Óriási szerencsénk van egyébként, mert nagyon jó a kapcsolatunk valamennyi történelmi egyházzal, illetve itt az iskola szomszédságában van a református templom, ami szintén megkönnyíti ezen munkánkat. Milyen tanórán kívüli lehetőségeket kínál az iskola a diákoknak? Megpróbálunk egyébként mindig itt a szülői és a tanulói igényekhez igazodni. Minden évben egyébként ehhez próbáljuk igazítani a tanrendünket. Hosszú évek óta egy komoly kapcsolatunk van a Magyar Parányi Művészeti Iskolával. Ők néptáncot és a kézműves foglalkozást szervezik egyébként helyileg. Ezen kívül egyébként magunk is tartunk különböző kézműves foglalkozásokat Szalain Érita tanárnőnek a vezényletével. Ezen kívül különböző szakköreink vannak, a matematikától kezdve az informatikáig, az idegen nyelv szakkörökig, az egészségnevelési szakkör, tehát elég széles, még sorolhatnám egyébként a kínálatot. Ezen kívül hetedikben van arra lehetőség, hogy második idegen nyelvet tanuljanak a tanulóink. Egyébként alapvetően az angol és a német, ami választható nálunk. Aki angolos, van lehetősége hetedikben, hogy németet tanuljon, illetve ez fordítva is működik. Tehát igazából ezek azok, amik vannak. Fejlesztő pedagógus dolgozik nálunk. Ezen kívül a tanulókat megpróbáljuk, hogy az úszás megszervezi. Jelen pillanat egyébként Pápára járunk úszni, de korábban még az Ajkai úszoda, hogy is mondjam, még állt. Addig ezt is megszerveztük a tanulóinknak. Minden olyant, amit a szülők számunkra felvázolnak, és kérik, és lehetőség szerint ezt meg tudjuk valósítani, akkor ezt mindent megpróbálunk egyébként megtenni lehetőségeink szerint. Hányadik osztályban kezdődik a nyelvoktatás? A nyelvoktatás második osztályban kezdődik, de a szülők amennyiben kérik, akkor lehetőség van arra, hogy már első osztályban elinduljunk. Egyébként jelen pillanatban az első osztályosoknál az angol és a német jelenleg is folyik. Kiemelt szerepe van egyébként az idegen nyelvoktatásnak az intézményünkben. Most épp január 30-án módosítottuk a pedagógiai programunkat, ahol az idegen nyelvekre még pluszba tettünk rá felső tagozaton órákat, de természetesen a szakkörű óráknak a terhére is van arra lehetőség, hogy ezeket az óraszámokat emeljük azoknál a gyerekeknél, akiknél erre szükség van. Valahol azért van szükség, mert továbbtanulás miatt fontos, hogy akár heti 5 órában is tanulja az idegen nyelvet, van olyan osztály, ahol pedig ezeket a gyakorlásra, a lemaradó tanulóknak a segítésére fordítottuk, ugyanis pályaválasztásnál egy nagyon fontos szempont az, hogy egyre több tanuló és szülő a két tannyelvű gimnáziumokat és olyan intézményeket választanak, ahol az idegen nyelv tanulása ez egy fontos dolog. Milyen az iskola általános színvonala? Milyenek a továbbtanulási adatok? Úgy gondolom, hogy az iskola jó színvonalon dolgozik. Egyébként egy szülői elégedettségmérés is ezt bizonyította, de konkrétan tudom mondani, az elmúlt tanévben 24 tanulónk jelentkezett továbbtanulásra. Ebből egy fő kivételével mindenkit az első helyre felvettek. A 24-ből 22-t gimnáziumi vagy szakközépiskola, tehát mindenképp érettségit adó képzésre vettek fel, és összesen 2 olyan tanulónk volt, aki szakmunkás képzőbe jelentkezett. Az idei évben még ugye a felvételeknek a végeredményét pontosan nem tudjuk. Annyit viszont mindenképp tudunk, hogy 28 tanulónkból 23-an érettségit adó képzésre jelentkeztek, és jó páran egyébként nyelvi tagozatos gimnáziumban. Tehát ez is mutatja azt, hogy jó képességű tanulóink vannak, egy jó erős munka folyik itt az intézményünkben. Mekkora túljelentkezésre számít? Hát ez egy jó kérdés, ezt mindig nehéz egyébként megjósolni. Ugye folyamatosan azért azt kell mondani, hogy túljelentkezés van az intézményünkben.
Eddig az elmúlt években azért ezt úgy meg tudtuk oldani, egy-egy évfolyamunk, egy-egy osztályunk ment képfolyamonként, és két-két osztályt tudtunk indítani. Tavaly már sajnálatos módon volt néhány tanuló, akit nem tudtunk felvenni, és helyhiány miatt el kellett utasítani. Nem tudom, mert egy 50-51 néhány tanulóra számítunk, meglátjuk, tehát korai lenne még azért pontosan ez ügyben nyilatkozni, de nagy valószínűség szerint túljelentkezés lesz intézményünkben az idei évben. Hogyan szeretnék megoldani az új osztályok elhelyezését? Épp a holnapi nap folyamán készülök a Veszprémi érsekséghez, ahol egy látványtervet szeretnénk leadni, aminek az a lényeg egyébként, hogy a főépületre egy szintet szeretnénk ráépíteni, és ezzel szeretnénk bővíteni. Durván egy 6-700 négyzetméteres bővítésre van egyébként szó. Ennek a költségvetése 300 millió forint felett van, tehát úgy készülünk, hogy ezt a támogatást a fenntartótól reményeink szerint meg fogjuk kapni, és a nyáron neki tudunk állni annak, hogy bővítsük az intézményünket és azokat az osztályokat, akik majd pluszként fognak jelentkezni a rendszerben folyamatosan az évek folyamán, azokat kényelmes körülmények között el tudjuk helyezni.